Ide figyelj, Joe, ha vacsorád nincs minden este perszi pontossággal az asztalon, az még nem azt jelenti, hogy lezuhant a font, vagy hogy összedőlt a világ. Willy Russell, Shirley Valentine című komédiáját láthatták a napokban az érdeklődők a Gyulai Várszínház kamaratermében. Az egyszemélyes darab főszereplője egy középkorú elhanyagolt liverpooli háziasszony, aki egy sivár kiüresedett házasságban, klasszikus páros magányban tölti egyhangú mindennapjait, egy unalmas munka, egy önző család és hasonlóan önző barátok háromszögében. A Shirley Valentine az 1988-as londoni ősbemutató óta színdarabban és amerikai filmben is bejárta a világot. Egy kicsit olyan, mint ezek a stand-uposok, egy picit, egy nagyon picit arra hasonlít, mert ugye a stand-upnak is nem csak a humor stand-upra gondolok, hanem arra, amikor nagyon sok, nem tudom, amerikaiaktól láttam én, ilyen nagyon nagy sztár, és beszél az életéről, és közben megeleveníti az apját, az anyját, önmaga eljátszik jeleneteket, és ez is szinte az, hogy én játszom el az összes szereplőt, tehát van benne egy pár, és ez nagyon izgalmas, meg nagyon, hát hogy úgy mondjam, az embert próbára teszi, színészileg is. Shirley Valentine-t játszó Vándor Évát a színházi és televíziós szerepek mellett ismert filmek, sorozatok szinkronhangjaiként is ismerheti az ország. A 2009. december 30-a óta játszott előadás Gyulai állomása a 99. volt a sorban. December 30-án pedig a jubileumi századikat a budapesti József Attila Színház stúdiójában tekinthetik meg a színház kedvelői. Mire megyek a logikával egy házasságban? A házasság olyan, mint a Közel-Kelet, nem? Nincs rá megoldás.